Ezékiel könyve, 45. rész, a szent terület kijelölése. Ha majd sorsvetéssel felosztjátok az országot, és mindenki megkapja a maga örökségét, ajánljatok fel az országból szent felajánlásként az úrnak egy 25 ezer könyök hosszú és 20 ezer könyök széles területet. Az így körülhatárol terület szent lesz. Ebből a szent helyi lesz egy 500 x 500 könyöknyi négyzet, Körülötte pedig ötven könyök szélességű legelő lesz. Ebből a lemér területből mér ki egy ezer könyök hosszú és tízezer könyök széles területet, ezen lesz a Szentély, amely igen szent. Az ország szent területe ez, a papoké, a Szentély szolgái lesz, akik a Szent szolgálat végzésére járulnak az Úrhoz, itt lesz hely a házaik számára, és itt lesz a Szentély Szent területe egy 25 ezer könyök hosszú és 10 ezer könyök széles terület pedig a lévitáké, a templom szolgáé lesz, ez lesz a birtokuk és a lakóhelyük. Adjatok a városnak birtokul egy 5000 könyök széles és 25 ezer könyök hosszú területet a felajánlott szent terület mentén. Izrael egész házáé lesz ez. A fejedelemé lesz a föld a felajánlott szent területnek és a város birtokának mindkét oldalán, a felajánlott szent terület mellett, meg a város birtoka mellett, a nyugati szélétől nyugat felé, a keleti szélétől kelet felé. Hosszúsága olyan lesz, mint az egyes törzsek birtok részei, a nyugati határtól a keleti határig. Ez a föld lesz a fejedelmek birtoka Izraelben, és többi ne nyomorgassák népemet, a többi földet pedig adják át Izrael törzseinek. Így szól az én Uram, az Úr. Most már elég volt Izrael fejedelmei: hagyjatok fel az erőszakkal és a nép sanyargatásával, törvényesen és igazságosan járjatok el, ne forgassátok ki többi népemet az örökségéből, így szól az én uram, az Úr. Hiteles mérleget, hiteles vékát és hiteles batot használjatok, a véka és a bat azonos űrtartalmú legyen, a bat a hómernak egy tized része legyen, és a véka is a homernak egy tized része legyen, a homert kell alapul venni, a sekel húsz géra legyen, az ötsekeles ötsekel legyen, a tízsekeles tízsekel, egy mina pedig ötven kell legyen nálatok. Áldozati rendtartás Felajánlásként adjatok minden homer búzából egy hatod vékát, és minden homer árpából egy hatod vékát, az olajból rendelt rész, batban megadva az olajat ez. Minden kór olajból egy tized bat. Tíz bat tesz ki egy húmert, ahogyan tíz bat tesz ki egy kort is. Izrael nyájaiból minden kétszáz adjatok egy juhot ételáldozatnak, égőáldozatnak és békeáldozatnak, hogy engesztelést végezzenek velük. Így szól az én uram, az úr. Az ország egész népe járuljon hozzá ehhez a felajánláshoz, amely Izrael fejedelmét illeti. A fejedelem kötelessége pedig az lesz, hogy égő áldozatokat, ételáldozatot és italáldozatot vigyen az ünnepeken, új újholtkor és szombatonként meg Izrael házának valamennyi ünnepén. Ő készítessen vétekáldozatot, égő áldozatot és békeáldozatot, hogy engesztelést végezzenek Izrael házáért. Ezt mondja az én Uram, az Úr. Az első hónap első napján végy egy hibátlan bikaborjút, és mutas be vétekáldozatot a szentéért. A pap vegyen a vétekáldozat véréből, és kenje meg a templom ajtófelfáját, meg az oltár felső tömbjének négy sarkát, és a belső udvar kapujának ajtófelfáját. Így kell tenni a hónap hetedik napján a tévedésből, vagy tudatlanságból vétkezők miatt, és így végezzetek engesztelést a templomért. Az első hónap 14. napján ünnepeljétek meg a páskát az ünnep hét napján kovásztalan kenyeret kell lenni. a fejedelem készítessen azon a napon egy bikát vétek önmagáért és az ország egész népéért. Az ünnepnek mind a hét napján készítessen hét hibátlan bikát és hét hibátlan kost égő áldozatul az úrnak, hét napon át minden nap, vétek áldozatul pedig naponként egy kecskebakot. Ételáldozatul készítessen egy véka lisztet bikenként és egy vékát kosonként, olajból pedig egy hint minden véka liszthez. A hetedik hónap 15. napján az ünnepen ugyanúgy készítessen vétekáldozatot, égőáldozatot, ételáldozatot és olajat, mint ezen a hét napon.